és előjáróban már beszélgettük, és kezdjünk nyilván vírushelyzet, oltások, hogy egyre több ismerősünk sajnos áldozatául esik most a járvány harmadik hullámának. Igen, szomorú a helyzet, és elkeserítő egyben. Ugyan az elmúlt hetekben, hónapokban volt egy olyan érzésem, minthogyha megtanultunk volna ezzel együtt élni, és viszonylag úgy belenyugodtunk a helyzetbe, gyakorlatilag az operatív törzs napi jelentkezése az már mindennapjainká vált, hogy mindig hallunk a járványról, most legújabban ugye már hál' Istennek az oltási kampányról, hiszen már van többféle oltóanyag is az országban, de most valahogy ez a harmadik hullám, ami remélem, hogy most már tetőzik, hiszen 8000 fölött van most már minden nap a kórházban kezelteknek a száma, és sajnos ennek 10%-a napról napra több mint 800 fő, azok intenzív kezelésben részesülnek, lélegeztetőgépen vannak, ami ugye a legsúlyosabb esetekre vonatkozik, és egyre több a baráti, az ismerősi körből, jó magam is, miközben munka közben telefonálgatok, egyre több olyan kollégába, munkatársba, ismerősbe akadok bele, aki szerencsés esetben otthon van és enyhe tünetekkel küzd itt az újfajta vírussal és a mutánsokkal, de sajnos egyre többen vannak kórházban és egyre többen vannak intenzíven. Fontos megjegyezni azt, hogy a fiatalabb korosztály az a tavalyi év során ugye hallgatta a híreket, és mindig elmondták, hogy elsősorban a veszélyeztetett az idős és a többféle krónikus betegséggel szenvedő embertársaink, ők vannak igazán veszélybe. Nos, azt kell kérnem a fiataloktól, hogy vegyék komolyan mindent, a már életünk részévé vált maszkhasználatot, a távolságtartást, a fertőtlenítést, az, hogy nagy tömegben, nagy csoportokban ne találkozzunk, és vegyék komolyan az oltási lehetőséget, tehát a vakcinainfo.gov.hu-n pár kattintás az egész, és csak a tajszám kell hozzá, és lehet regisztrálni, mert őket fogja először elérni az oltási lehetőség, ami továbbra is ingyenes és önkéntes. Vegyék komolyan a fiatalok, mert egyre több a 30-40 év körüli beteg, és sajnos súlyos beteg is, tehát ezek a mutáns törzsek, ezek most úgy tűnik már nem kímélnek senkit, nagy küzdelemben vagyunk. Gép, műszer, gyógyszer áll rendelkezésre elegendő számban. Itt az emberanyag az, ami kérdéses, hogy tudunk-e annyi orvost és ápolót rendelni. Ezért kellene itt megállítani a betegségnek a harmadik hullámát. Most egyébként, ha oltást szóba hoztam, most ott tartunk, hogy gyakorlatilag az országnak az egyharmada már regisztrált. Ez 3.300.000 fő, és ebből a mai adat 1.107.000 már megkapta az oltást, és több mint 300.000-en vannak, akik a második oltást is megkapták. Ez mind az öt oltóanyag jó és hatékony, védettséget biztosít, illetve azt mondják a szakemberek, ha mégis valaki elkapná a vírust, akkor az ott enyhébb lefolyású, a szervezet már jobban felkészül rá, és ezzel az átoltottsági arányal egyébként a föld országai között a 13-ak vagyunk, az Európai Unióban pedig Máltát követjük a második helyen, nálunk most már 11%-os az oltottság, míg az Európai Uniónak az átlaga pedig 6%, úgyhogy érdemes volt beszerezni máshonnan is vakcinákat, nem várni az uniós beszerzésre, mert ezzel tudtuk növelni az átoltottságot. A héten a helyzet az, hogy kórházi oltópontokra kapják az emberek az értesítést, azok, akik Pfizer vagy Sputnik oltást kapnak, őnekik budapesti vagy nagyvidéki városok kórházaiba, szakrendelőibe, oltópontjaira kell menni, de a házi orvosok megkapták ezen a héten is az újabb AstraZeneca adagot, amire ugye tegnap a tiszti főorvosasszony közölte, hogy,
hogy arra kéri a házi orvosokat, hogy a regisztrációs listából most már az időseknek, a 80 év felettieknek az oltását azt végezzék el, és ezen a korosztályon gyakorlatilag legyünk túl, hogy ők már védettek, és menjünk rá a fiatalabb évjáratokra és az aktív korosztályra, a munkavállalókra, akiknek muszáj közlekedni, jönni, menni, dolgozni. És továbbra is csak arra tudom felhívni a figyelmet, hogy regisztrálni az oltásra és elfogadni azt az oltóanyagot, mert én is csak a magyar tudósokra tudok támaszkodni, mindegyik jó és hatásos. Egészen praktikus oka van, ezt mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy a Pfizer és a Sputnik beoltása felvétele miért kórházban, miért az oltási központokban, centrumokban történik. Ugye ezek nem szobahőmérsékleten tárolt vakcinák, sőt kifejezetten hűtött vakcinák, amik a házi orvosoknál nehezen kivitelezhető. Így van, ez az a két oltóanyag, ahol ugye mínusz 80 fokon történik a tárolás, és ez a nagy oltóközpontokban oltható meg, onnan gyakorlatilag ott olvasztják ki, és ott adják be helybe, a többiek azok könnyebben kezelhetők, ezek jutnak el a házi orvosokhoz. Nagy köszönet egyébként a házi orvosoknak, hiszen a munkájuknak most a nagy részét ezt teszi ki, és itt a környéken is tudom, hogy nem is az oltás beadása, ami gyakorlatilag egy pár perces művelet, akár az azt megelőző vérnyomásméréssel és egy rövid adatlapnak a kitöltésével, nem ez az, ami időt és energiát emészt, hanem a körülötte lévő adminisztráció, hiszen a házi orvos ilyenkor mindig kap az oltóanyag mellé arra a korosztályra a regisztráltaknak a listáját, és az adminisztratív segítségével ezen a listán kell végigmenni, hogy elfogadja az oltást az oltakozásra vágyó, tud-e menni abban az időpontban, be tud-e menni a rendelőbe, vagy ki kell menni hozzá a házhoz. Amíg ezeket egyeztetik, ez kerül sok időbe és adminisztratív munkába, a magának az oltásnak a megszervezése és a háttérmunka. Több polgármesterrel is beszéltem egyébként a választókerületben, akik nyilvánvaló saját közösségüket jól ismerik, a házi orvosokkal jó munkakapcsolatban, akik is fölajánlottak adminisztratív segítséget, akár hivatali dolgozókból, hogy na akkor ők végig hívogatják a betegeket. Zajlik az oltás, én nagyon remélem, hogy húsvétra ez a mostani bő 1 millióból egy 2,5 milliós oltottságról tudunk majd beszélni, ami azért nagy szám, hiszen az már akkor az országnak az egynegyede. Ha már szóba jött a választókerület, mi a helyzet a térségben? Nyilván, mint mindenhol itt is nőnek a számok, de hogy egészen pontosan hogy alakulnak ezeket, meg tudjuk beszélni? Nem térnek el az országos arányoktól, tehát Pest megye azért sűrűn lakott, itt ugye azért 1,2 millió ember él. Kicsit más a helyzet az agglomerációban, ahol sűrűbben vagyunk. Minél kevesebb egyébként a találkozási pont, annál kevesebb az esetszám. Az országos arányoknak megfelelően nincsenek itt kiugró számok. Van Magyarország egy-két nagyvárosában, vannak kiugró számok az országos átlaghoz képest, nálunk nincs, tehát tulajdonképpen ebből a szempontból a helyzet megnyugtató, ha lehet ezt a kifejezést használni, mert egyáltalán nem vagyok nyugodt, hiszen arra készültünk január-februárban, hogy márciusban tudunk beszélni a nyitásról, a szabályoknak az enyhítéséről. Ehhez képest újra zárni kellett, gondolok itt a szolgáltatásoknak a szüneteltetéséről. Most ugye március 8 és 22 között élnek egyelőre ezek a szabályok. Gyakorlatilag az üzleteket, élelmiszerboltok, drogériák, gyógyszertárakon kívül, vagy állateledelt forgalmazókon kívül az üzleteket be kellett zárni. A szolgáltatások nagy része nem működik, kivétel ebből mondjuk a gépkocsi szervizek és a gyorsan ellátandó munkák. Ez nagyon nagy baj, hatalmas kiesés. Azt is tudni kell, hogy
hogy, és egy gyakorlati tanács, hogy mindazok a foglalkozások és szakmaterületek és vállalkozók és zömében mikrokisvállalkozók sorolhatnám itt a fodrászoktól a kozmetikusokon át a különböző vendéglátóhelyeket és mindazokat a boltokat, akiknek most be kellett zárni, hiszen most cipőbolt, könyvesbolt is zárva van. A megyei kormányhivatalhoz kell fordulni egy A4-es papír méretű kérelem ez a munkabér kiegészítő támogatásra, illetve az erre az időszakra jutó adó csökkentés elengedés ügyében a gyakorlatilag kormányablakokon, kormányhivatalokon keresztül a megyei kormányhivatalhoz kell ezt benyújtani. Tehát amit tanácsolni tudunk, az érintett vállalkozások mindenképp kormányhivatalhoz forduljanak, és kezdjék el az ügyintézést, ugye egy egészen egyszerűsített, könnyített eljárásról van szó. A sajtóban napvilágot látott oltási igazolás, oltási igazolványok lassan kiosztásra kerülnek, azok körében már elkezdődött, akik ugye megkapták mindkét oltást. Erről mit tudunk? Erről azt tudunk, hogy gyakorlatilag a kormány szerződés kötött azzal a céggel, aki ezt gyártja. Most már láttuk is, ugye én magam is láttam az interneten, ez egy személyigazolvány méretű plasztik kártya, amely védettséget igazol, nem az oltást igazolja, hanem védettséget, hiszen ilyen kártyát kapnak azok is, akik már átestek a betegségen, tehát egy megadott időn túl voltak pozitív PCR teszt eredményeik, azok ugye bizonyítottan voltak már fertőzöttek, ők is elkezdték már ezt kapni, illetve azok, akik a második oltáson túl vannak, ugye ezeket mind a teszt eredményeket, mind az oltáson való részvételt az Országos Egészségügyi Rendszer rögzíti, és ezt nem kell kérni, ezt postai úton meg fogják kapni ezeket a kártyákat. Azt nem tudjuk még, és nem Magyarországon, egész Európában, hogy ezt mire kell, vagy mire lehet majd használni. Az mindenféleképpen jó, hogyha egy ilyen kártyának a birtokosai vagyunk. Nem tudni még azt például, hogy repülőtársaságok, hiszen én azért remélem azt, hogy nyárra már lehet nyitni, és lehet utazni, akár üzleti, hivatalos úton, vagy valami szabadidő hasznos eltöltése véget, de már hallottunk repülőtársaságokról, akik bejelentették, hogy ők bizony ilyen kártyát fognak kérni, és nem tudjuk, hogy nagy szállodaláncok bekívánják-e ezt vezetni. Én azért ennek nem örülök, ugye azért az emberi alapvető szabadság jogoktól ez egy eltérő művelet lenne, ha mondjuk a légitársaság ilyet kér, de erre számítsunk, ez bizony benne van az életünkben. Kicsit az utazás és kicsit ezzel az utazási igazolvánnyal, vagy oltási igazolással, igazolvánnyal összefüggő kérdés. Sokan támadták a kormányt, hogy nemzeti hatáskörbe eltérően az uniós vakcina beszerzésektől kelet felé nyitott, és minden lehetőséget megragadott, hogy egyéb helyről is alternatívák tekintetében keresse a lehetőséget, és sikerrel is járt, ugye a keleti és a kínai és az orosz vakcina tekintetében, amelyet most elkezdett vizsgálni az Európai Orvosi Gyógyszerészeti Hivatal is, intézet is. Ennek a hogy léte felől, tehát lassan elfogadásra kerül, vagy nyilván ezt a folyamatot nagyon nincs rá hatásunk, hogy mikor kerül elfogadásra, vagy hogy állunk ezzel? Nem akarok a történetben nagyon mélyre menni, de azt mindannyian sejthetjük, hogyha ezt az ügyet végig gondoljuk, hogy a nyugat-európai, vagy ugye amerikai és nyugat-európai, brit és német gyártású vakcinák nyilvánvalóan üzleti érdekből élveznek ma előnyt az Európai Unióban. Az orosz, vagy kínai, vagy az éppen most készülő új vakcinák is ugyanolyan hatásosak. Az igazolványban való szerepeltetés az sehol nem követelmény. Nem, sehol nem azt fogják feltüntetni, hogy milyen vakcinát kapott, hanem az, hogy már védett. Ezt kell feltüntetni. Vannak országok, akik, én ugye ismerem azért a lengyelek érzelmét az oroszokkal szemben, ők ugyan a csehek, a szlovákok, sőt már a német állam is tárgyal Oroszországgal Sputnik vakcina beszerzésről, sőt akár gyártásról is.
de a lengyelek a történelmi hagyományaik miatt ők elzárkóznak ettől a lehetőségtől. Akkoriban szóba került az, hogy akkor nem utazhatunk el Krakóba, ha dolgunk van, mert nekünk föl van tüntetve, semmilyen vakcinát nem fognak föltüntetni Európában ezeken a védettségi kártyákon, csak az, hogy valaki átesette a betegségen, vagy oltakozott-e. Gyakorlatilag napra pontosan nem, de a március 15-ét azért meg tudtuk jegyezni, hogy az volt az első olyan ünnep, amit hát ugranunk kellett skippelni, hogy divatos szóval éljek, és most is itt van már a nyakunkon jövő hétfőn március 15-e, és ezután indulnak az útfelújítások, mi kezdődik leghamarabb itt a térségünkben. Március 15-éről, hogyha szabad, persze, akkor természetesen. Egy gondolatot, igen, pontosan egy évvel ezelőtt kezdődött az első zárás és korlátozás, és akkor maradtak el először igazából ugye a megszokott ünnepségeink. És hát azóta szerintem augusztus 20-a kivételével a többi nemzeti ünnepünk, meg a nagy közösségi összejöveteleink elmaradtak. Baj, mert ez fontos azért a számunkra. Fontos lenne az, hogy a nemzetünk történelmére, nagyjainkra emlékezzünk, mert nem egyszerűen lakosság vagyunk, hanem ettől vagyunk mi nemzet, hogy vannak ilyen közös értékeink, és most újra arra készülünk, hogy értelemszerűen elmaradnak majd a gyerekeknek a szavalatai, a műsora, és tulajdonképpen szűk körben a települések vezetői, vagy civil szervezetek, egyesületek azért a megszokott emlékező helyekre elsétálhatnak, és ott egy főhajtással emlékezhetnek erre a Magyar Szabadság születésnapjára, március 15-ére. Így lesz ez a választókerületemben is. Tudom, hogy több településen azért a település vezetők, így Dabason is így lesz, azért egy koszorút elhelyeznek, egy nemzeti színű szalagot felkötnek a megszokott emlékező helyen, mert azért emlékeznünk muszáj, attól azért ünnep van, hogy ezeken nem vehetünk részt. Én remélem, hogy a következő nemzeti ünnepeinken már ezt a közös katartikus élményt együtt át tudjuk élni. A kérdés második része útfelújítására vonatkozott. A Pest megyei közúti igazgatóság az minden évben készül a tavaszi útfelújításokra. Ebből azt szeretném kiemelni, hogy ők kapták meg egyébként a Magyar Falu programon belül a nagyobb felületű útjavításokat is. Talán akik járnak arra, azok láthatták, hogy Inács-Kakucs térségében a két településen áthaladó országos közutakon történt tavaly is nagy felületű útjavítás, ezek most folytatódnak majd tovább, illetve a választókerületem más részén egy Apaj-Dömsöd összekötő út kezdődik el, befejeződik a Bugyi-Ócsa összekötő útnak az utolsó szakasz, a Bugyi nagyközség közvetlen közigazgatási határán, ott a Bugyi tábla környékén maradt még ki egy darab. Dolgoznak majd az Áporkai bekötőúton, és szerencsére azért ebből a Magyar Falu programból, ami évente 150 milliárd forint, ebből a fele egyébként az ilyen alsóbrendű utaknak a felújítására megy. És várjuk egyébként azokat a pályázatokat is, amelyek a belterületi utakra vonatkoznak. Itt már kiírásra került a belügyminisztériumnak egy pályázat. A mi képviselők csak úgy hívjuk, hogy kis BM pályázat, mert ezek ilyen 20-30-40 milliós összegek. Egyébként Dabas például tavaly nyerte egy ilyen 40 milliós támogatást, és ha jól tudom, ott a Gyón Vasút utca a további felújítása az arra idén kerül sor. Tehát belügyminisztériumi pályázatok, Magyar Falu programnak a pályázatai és maga a közút több helyen, több területen fog beavatkozni, ahol ez szükséges. A kormányzat támogatási politikájáról, a cégek támogatásáról, illetve milyen jellegű támogatásokat kaphatnak, beszélünk majd, és ezt szeretnénk felfűzni az Ócsai Dr. Bata ZRT-hez érkezett támogatásra. Igen, a múlt héten
Látogatott meg minket Szijjártó Péter külügyminiszter úr, és adta át a támogatási okiratot Ócsán a Dr. Bata nevet viselő cégnek, ami egyébként miután a tulajdonosi körben minden, szinte mindenkinek a vezeték neve Bata. Gyakorlatilag egy családi vállalkozás. Egy családi vállalkozás, de azért ez egy nem kis cég, egy nagyon, nagyon innovatív és rengeteg kutatás fejlesztéssel foglalkozó cég. Gyakorlatilag nem takarmánygyártók, hanem állati takarmánynál táplálék kiegészítőknek a kikísérletezésén, gyártásán dolgoznak, és ami miatt jelentős volt ez a támogatás, az az, hogy a külföldi piacra jutáshoz kaptak támogatást. A cég Brazíliában fog nyitni egy új laboratóriumot, üzemegységet, ahol ez a befektetés, ez mintegy 1 milliárd 800 millió forint, magyar forint értékre lefordítva. A támogatás igen jelentős, közel 60%-os támogatást kaptak ehhez, fölötte valamivel az 1 milliárd forintnak. Azért értékes egy ilyen cég, azok is értékesek, akik itthon fejlesztenek, és szerencsére én a külgazdasági külügyminisztériumban személyesen többször részt vehettem olyan támogatási szerződés átadón, ahol Magyarországon fejlesztő cégek kaptak. Különösen fontos ez, hogy valakik a válság idején is növekednek és új beruházásokat indítanak el. A választókerületünkből volt több ilyen cég, akik vehettek át támogatást. A Dr. Bata esetében pedig, ami különbözik ettől, a külföldi piacra való jutás. Gondolj csak végig, hogy szeretjük azt is, amikor látjuk mondjuk a tévéhíradóban, vagy akár itt a választókerületben is, hogy a kormány támogat egy-egy külföldi céget azért, hogy itt ruházzon be, itt Magyarországon fejleszen, embereket alkalmazzon, tisztességes bért fizessen. Ez mindenféleképpen jó, mert munkahelyeket teremt, ott helyben ez adókat is jelent, de különösen nagy jelentősége van annak, aki külföldön tud befektetni. Eddig az volt a gyakoriság, miniszter úr kollégái ott tájékoztattak, hogy zömében egyébként Romániában, Erdélyben, a délvidéken, Szerbiában fektettek be magyarok, hiszen földrajzilag közelebb van. A legtöbb helyen ugye nyelvi akadályok sincsenek, hiszen helybeli magyar partnerek, üzletfelek vannak, magyarokat alkalmaznak. De ez a brazil piacra jutás egyrészt egy új földrészt lehet meghódítani ebben a szegmensben, és ami a legfontosabb, nagy felkiáltó jelekkel, hogy ezek a hasznot nem kiviszik, behozzá, mint a nyugati multik, hanem magyar támogatást kapott, ott fejleszt, ott dolgozik, és a haszon egyébként visszakerül Magyarországra. Így kell egyébként a jövőben szűkítenünk ezt az ollót, hogy örvendetes, hogy sok külföldi cég van itt, de még egyszer mondom egyébként, azon túl, hogy itt adót fizetnek, azon túl, hogy itt embereket alkalmaznak, munkáltatói járulékot fizetnek, bizony a haszon jelentős részét innen kiviszik, ezek a cégek viszont hazahozzák. Akkor a kérdés második felére a válasz az ez, tehát hogy milyen cégeket is támogat a kormányzat, a külföldi piacra jutást támogatja? Ez egy külön szervezet a külgazdasági és külügyminisztériumnál, két szervezet foglalkozik ezzel, az egyik a magyarországi fejlesztéseket támogatja, a másik pedig direkt a külföldi piacra való jutást. Oda kell eljuttatni a megfelelő szakmai anyagokat, és mondom, több százmilliós döntésekről van szó egy-egy cég esetében, de ez két külön szervezet kezeli. És egy kis helyzetjelentést is várnék képviselő úrtól. A választókerület településen nyilván folynak a munkák, ahogy említettem, nyilván járványhelyzet ide vagy oda, az élet nem áll meg. Beruházások folynak, illetőleg hamarosan kezdődnek. Egy kis helyzetjelentés, hogy éppen most mi hol történik. Többször elhangzott már ebben a műsorban is, hogy azt a kifejezést használtam, hogy egy bölcsődeépítési boom van a választókerületben. Több település nyert mini bölcsödei fejlesztést, ilyen például Kakucs vagy Áporka, több település nyert nagyobb bölcsödére, ilyen Dömsöd vagy Kiskunlacháza, és van olyan, aki egészen nagy bölcsödére nyert, ilyen például Dunaharaszti, ahol most van
közbeszerzés alatt, és Dabason pedig nagyon látványosan és szépen halad a nagy bölcsödének az építése, de még itt is szükség van férőhelyekre, éppen ezért mini bölcsöde pályázatot is nyújtott be a város, és hát miután az agglomerációban azért növekszik mindig a lakosság létszáma, ezért van három olyan településünk, ahol gőzerővel folyik a tervezés, és a jövő év elején elindul három nagy iskola bővítés, egy Inácson, a Tolnai Lajos Általános Iskolánál, egy 8 tantermes fejlesztés, Délegyházán, illetve a fővároshoz nagyon közeli Dunaharaszti, amit elég sokan választanak most új lakóhelyüknek, kihasználva egyébként azokat a támogatási lehetőségeket, mint csók és babaváró, és az 5%-os áfa lehetősége az új családi ház építésnél, lakásvásárlásnál, ott pedig Dunaharasztiban éppen ezért, miután a lakosság létszáma növekszik, ott egy 24 tantermes vadonatúj nagy iskolának kezdődik el jövőre az építése. Nem nehéz innen átkötni, hiszen a bölcsödéktől, illetőleg az iskoláktól eljutottunk oda, hogy hatalmas nagy boom van, ugye, hogy beszéltünk róla, hogy Dunaharaszti, de kicsit korábban ide Szigethalom, Sziget-Szent Miklós, Sziget-Monostor, és nagyon errefele jönnek kifele az építkezni vágyók, a fiatalok, a fészket rakók, így a térségben is emelkedik a lakosság szám. Milyen hatásai vannak erre a társadalomra, a helyi gazdaságra, és milyen károkat, ha okoz károkat ez a hirtelen népesség emelkedés? Hát a károkozás kifejezést erősnek tartom, de kétségtelen tény, hogy okoz problémát elsősorban egyébként a lakosság ellátásában, az infrastruktúra fejlesztésekben. A választókerületünkben nem is nagyon tudnék mondani olyan települést, ahol csökken a lakosságnak a létszáma, de ahol azt tudjuk mondani, hogy jelentősen növekszik, az például Inárcs, ami nagyon kedvelt, hiszen az M5-ös autópálya mentén található, autóval egyébként negyed óra, 20 perc alatt elérhető Budapest. Sokan választják ezt a települést is. Ennél nagyobb, drasztikusabb mértékű a lakosság növekedés Délegyházán, ami ugye a valamikori Kavicsbánya környéki területeket parcellázták, illetve a már említett Dunaharaszti, ami szintén egyébként jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, hiszen azért onnan hévvel is be lehet utazni a fővárosba, vagy vonaton is. A probléma az, hogy igen, tehát a növekvő lakosságszám, azért zárójelben mondanám, nem olyan drasztikus, mint mondjuk Fóton, vagy Dunakeszin, vagy a budai oldalon, de lassan, szépen növekvő lakosságszám, az igényli az újabb bölcsődei helyeket, az újabb óvodai helyeket, ezeket az önkormányzatok tartják fenn, de szerencsére rengeteg pályázati forrás van ezeknek a megépítésére. Igényel új iskolai helyeket, és ami nagyon fontos, a közlekedésről kell gondoskodni. Mert azért általában az ide települő fiatal családok legtöbbje munkája, tanulmányai, családja sok esetben azért Budapesthez kötődnek, oda viszont be kell jutni. A következő éveknek a megoldandó közlekedési feladata, szerintem sokszor fogunk erről beszélni, a kötött pályás közlekedésnek a fejlesztése. Jelenleg zajlik a tervezése a Budapest-nyugati pályaudvar és Lajos-Mizsét összekötő vasútnak, ez ugye érinti nálunk Ócsát, Minárcsot, Dabast, ennek a vasútvonalnak a tervezése, és remélem, hogy minél hamarabb el tud ez indulni. Az Unió egyébként szereti ezeket a nagy projekteket támogatni. Ez egyébként értelmes dolog. A kötött pályás közlekedésnek van jövője. Szeretnénk, hogyha a modern 21. századi körülmények között gyorsan, megbízhatóan lehetne eljutni a fővárosba, és nem kellene egyébként az autóban ülnünk a dugóban. Autó csak több lesz, én azt úgy látom. A bevezető budapesti utak viszont nem fognak tudni szélesedni, és ilyen egyébként a Ráckevei hévvonal, ahol már a tervezés zajlik, már megrendelték az új hévszerelvényeket, és hát 7-10 év múlva, a felújításra sokkal hamarabb sor kerülhet, de 7-10 év múlva Ráckevéről, Dunaharasztiból a Kálvin térre lehet eljutni egy ilyen hév és
metró, a végén föld alatt közlekedő metróként, és hát hamarosan fog indulni a Budapest-Belgrád vasútvonalnak az építése is, amiben én igazán a lehetőséget látom, dupla vágány, elektromos meghajtású szerelvények, kényelmesen, gyorsan, kevesebb menetidővel lehet majd eljutni a fővárosba, ott gyakorlatilag olyan a kínálat, hogyha ez megvalósul, a hév és a vasútfejlesztés, akkor mondjuk Dunaharasztiból 15 percenként valami indulni fog a fővárosba. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést képviselő úrnak. Páncél Károly volt a vendégünk a 93.4 sztereójában, országgyűlési képviselő úrnak. További szép napot, és köszönjük, hogy itt volt nálunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és jó egészséget kívánok!